Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja. Magazinunkban megtekinthetik, hogy Kecskeméten mivel hívták fel rá a figyelmet. Beszámolunk arról is, hogy kiket köszöntött ma a Magyar Diáksport Szövetség. Az Európai Franchise Szövetség erős nemzetközi mezőnyből választotta ki a Fornetti Gruppot az év Európai Franchise hálózatává. A szakmai zsűri által odaítélt díjat Brüsszelben adták át a cég képviselőinek. Ezzel kapcsolatban láthatnak rögzített beszélgetést Bánhidi Attilával, a Fornetti Group vezérigazgatójával. Ezzel kezdünk. Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A legmagasabban jegyzett európai szakmai elismerést gyűjtötte be a Kecskeméti Központtal működő Fornetti. Az Európai Franchise Szövetség erős nemzetközi mezőnyből választotta ki a Fornetti Groupot az év Európai Franchise hálózatává. A szakmai zsűri által odaítélt díjat impozáns ünnepségen Brüsszelben adták át a cég képviselőinek. A sikerről Bánhidi Attilát, a Fornetti Group vezérigazgatóját kérdezem. Jó estét kívánok, köszöntöm! Csókolom a kezét, köszönöm szépen a meghívást! Vezérigazgató úr, mit jelentett Önök számára ez az elismerés, és mit igazol, mit jelent? Azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy elsősorban 27 éve nem volt hiába, hogy nap mint nap a Fornetti dolgozói oly sokat próbáltak tenni a fogyasztói elégedettségért, és az a 27 év tudás, amit sikerült felhalmoznunk, az most elismerésre talált valóban a legmagasabban jegyzett szakmai grémium előtt, ugye Brüsszelben. Az Európai Franchise Szövetség egy nagyon komoly szövetség, szinte az összes európai ország tagja, országok lehetnek a tagjai egyébként. Az Egyesült Királyság és Törökország is csatlakozott hozzá két évvel ezelőtt, úgyhogy nem kis testületről van szó. Kik voltak a versenytársak egyébként ebben a megmérettetésben? Úgy van, hogy több kategóriában lehet indulni, mindig a megfelelő ország győztesek vehetnek részt. Ugye mi tavaly előtt megnyertük Magyarországon a legjobb franchise hálózat díját, ezért így vettünk részt az európai megmérettetésen. 18-an voltunk a kategóriában, és hát külön emelte a díjunk fényét, hogy a holland Spárt és az angol Revive-ot előztük meg. Hát a Spárt mindenki ismeri, ugye nagyon-nagyon komoly szakmai múlttal rendelkező élelmiszerlánc. A Revive pedig úgy mondanám, hogy karosszéria doktor, kisebb karosszéria hibákat és keréksérüléseket javító kisboltos hálózat Angliában, akik nagyon komoly szakmai rendszert raktak össze ebben a tekintetben. Elhangzott már az imént, hogy 27 éves a cég. Igen. Már az idén, és hát hozott itt mindent az elmúlt évek nehézségei, azért a gazdasági válság nem kímélte ezt a 27 évet se, a cég történetét se. Mi a titka annak, hogy folyamatos fejlődés igazából az elmúlt 27 év története? Talán azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a 27 éves születésnapunkat ünnepeltük, akkor sokat gondolkodtunk azon, hogy az mit jelenthet, és a dolgozók hivatástudata, elkötelezettsége. Fornettisnek lenni nem csak egy alkalmazotti státusz, hanem egy elhivatottság, szenvedély is. Igazából magának a Fornetti csoportnak összesen van 1200 dolgozója a három országban, itt Magyarországon ugye vagyunk 750-en, amúgy pedig ugye ez a közösség rúg egy olyan 15 ezres nagyságrendre a Fornetti boltokban dolgozókkal együtt, akiknek tényleg ez a sárga láng, ez kicsit többet jelent, mint munkába járni és fizetést kapni érte. Büszkék rá, hogy elégedettek azok, akik eszik, büszkék rá, hogy a gyerekek szeretik és úgy nőnek föl, hogy számukra ez egy nélkülözhetetlen mindennapi táplálék. Pedig hát nem könnyű ezt 27 éven át fenntartani, hiszen amikor elindult a Fornetti, azt gondolom egyedülálló újdonság volt az, hogy utcai péksüteményt lehet ilyen apró péksüteményt fogyasztani, de azóta azért a konkurencia gondolom megnehezíti a helyzetet. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon kevés brandnek adatik meg, hogy
kategóriát azonosítsanak róla. Ugye a hűtőszekrényeknél a frigidert szoktuk mondani, terepjáróknál mondják a dzsipet, ugye a mini péksüteményeknél ma ez szinte egyenlő a fornettivel, amikor ezt mondják, és hát nem kis büszkeség az, hogy alapvetően az embert másolják, mert ha másolják, akkor azt jelenti, hogy jó. Mi azért igyekszünk mindig olyan trendet teremteni, hogy nehéz legyen másolni, mindig igyekszünk olyan dolgokat kitalálni, amivel a többiek még nem bírnak. Ugye ez kezdetektől így volt, ugye tükrözi ez az alapító tulajdonos szemléletét is, ugye kerestük a nist. Kerestük azokat a felületeket, ahol még addig senki nem járt, hogy olyan újat teremtsünk, ami egy érték. De ez nem egyre nehezebb egyébként 27 év után mindig az újat keresni? De igen, igen, nagyon nehéz, de azért bírunk néhány ötlettel. Tehát egy pár évre való muníciunk már most van, úgyhogy meg tudom nyugtatni a fogyasztóinkat, hogy mindig lesznek újdonságok. Most is dolgozunk nagyon sok olyan új ízen, amik a gasztronómiából, a patisszériából átvéve keveredhetnek a pékség termékeivel. Ez ma ugye nagy divat, ugye a kettős ízek, a szokatlan ízek, az olyan típusú íz és anyag párosítások, amik korábban nem voltak. Az étkezési trendeket, a fogyasztói szokásokat hogyan tudják beépíteni a kínálatukba, mennyire figyelik? Mert ugye nem volt az divat nagyon régen, hogy mondjuk az utcán együnk, apró péksüteményt együnk. Igen. Gondolom vannak mindig új szokások, új igények. Milyen új igényeket szeretnének még kielégíteni? Hát ugye önmagában a rohanó ember, akinek sosincsen ideje, ugye a tömegközlekedési eszközökön eszik, lehetőleg ezt úgy tudja megoldani, hogy a legkevesebbet koszoljon, és a legergonomikusabb legyen. Ugye erre ugye a mini termékek ugye rendkívül alkalmasak, és jól megfelelnek. Ugye itt a mini termék kínálatban is olyan töltelékeket és olyan típusú termékeket behozni, amik alkalmasak arra, hogy laktassanak is. Illetve hát lett egy olyan érdekes új kategóriája a mindennapi étkezésnek, amit mondjuk a szakirodalom light lunchnak, ugye könnyű ebédnek mond, mert hogy ugye nincsen idő enni, nincsenek ebédszünetek, ezért ugye azt a rövid időt egy-egy tartalmasabb péksüteménnyel próbálják meg ebédként kiváltani a fogyasztók. Ebben is nagyon sokat erősítettünk. Ugye a nemzetközi anyacégünk 17 vállalata közül is ugye mi kiemelkedően sokat foglalkozunk azokkal a termékkategóriákkal, ahol húsos darabárukként ebben kifejezetten jó dolgokat tudunk mutatni a fogyasztóknak. Merre érhetőek el egyébként még a Fornetti termékei Magyarországon kívül? Ugye van három, pontosabban már négy, mert Moldávia is ugye oda tartozik, tehát Magyarország, Románia, Bulgária és Moldávia az négy olyan alapország, ahol a Fornetti franchise létezik, de ezen túlmenően azért 17 országban elérhetők a Fornetti termékei forgalmazó partnereken keresztül is. Vannak speciális ízek ezekben az országokban, vagy mindenhol pont ugyanaz a kínálat? Nem, mindig van egy standard kínálat, de a standard kínálatot ugye mindig igyekszünk megfűszerezni a helyi gasztronómia egy-egy olyan érdekességével, ami sokkal autentikusabbá teszi ezen keresztül a fogyasztók számára a Fornettit. Például Romániában van egy feta típusú sajt, a telemea, amit beépítettünk a termékeinkbe. Ezt olyan nagyon nem ismerik, máshol nem is nagyon eszik, Bulgáriában hasonló jellegű a szirene, de igazából mondhatnám a pogácsát is, amelyik a Kárpát-medencén kívül ugye nem annyira ismert. Ezt csak mi esszük így pogácsaként, töltetlen, finom pékáruként. Említette, hogy 17 országban igen, vannak jelen, de a központ Kecskemét. Igen. Mi a titka annak, hogy itt megtalálták a helyüket? Milyen gazdasági környezetet biztosít ez a hely, ez a város a Fornetti számára? Hát eredetileg ugye a tulajdonos ide telepítette a vállalatot, és folyamatosan nagy megelégedettségre tudtunk együttműködni mindig a várossal. Mi nagyon szeretünk itt lenni. Azt gondolom, hogy egyszer azt mondtam, hogy a Fornetti fővárosa Kecskemét, ez minden jó tulajdonságát takarja is ennek az együttműködésnek.
Európa szerte ugye 3500 értékesítési pontjuk van. Milyen más utakon próbálnak még eljutni a fogyasztókhoz? Mert mindenki ismeri a Fornetti pontokat, ez ugye a klasszikus. Vannak-e még más utak, csatornák, ahogy próbálnak eljutni a fogyasztókhoz? Igen, alapvetően a második legnagyobb lábunk az élelmiszerhálózatok polcain megjelenő termékek. Itt is azért magát a Fornetti minőséget a fogyasztó mindig tudja azonosítani. Ugye mi ott is azt a filozófiát képviseljük, nem mondanék így hálózat neveket, de az összes szinte azért ott vagyunk, ahol ott is azt a filozófiát követjük, hogy nem csak elvisszük a terméket és letesszük a küszöbre, és azt mondjuk, hogy akkor innentől kezdve lehet vele bármit is kezdeni, hanem segítünk a termék elkészítésében, a prezentációjában, igyekszünk olyan sütési programokat, boltechnológiát is adni a termék mellé, ami egy komplett szerviz, egy komplett szolgáltatás, megoldás. Általában így válunk stratégiai partnerévé a retail hálózatoknak. 27 éves a Fornetti, hogyan tudja a fiatalokat megszólítani ilyen régi márkaként, brandként? Igen, hát nem kis fejtörést okoz az, hogy hogyan lehet úgy digitalizálni egy olyan alapvető dolgot, mint az evés, és ahhoz, hogy lehet olyan örömszerzési faktorokat kapcsolni. De hála Istennek sikerült megtalálni, mert a social médiában a kreatív csapatunk kifejezetten erős, van követőtáborunk, recepteken, különböző termékadaptációkon keresztül próbáljuk a fiatalokat megszólítani, és hamarosan meg fogunk jelenni egy applikációval is, tehát tovább visszük a digitalizálást, és mi is fogunk nagyon sok olyan digitális rendelési rendszert és kommunikációs csatornát még nyitni a boltjainkba a fiatalok irányába, ami most divatossá vált. Mik még a további tervek? Hát idén el fogunk indulni újra Lengyelországban és Szerbiában. Ugye 2011 előtt volt Fornetti franchise Szerbiában, 2011-ben ugye fölmondtuk a szerződést, és akkor kivonultunk. Most újra el fogunk indulni Szerbiában is, és még nagyobb lendülettel Lengyelországban. Ugye ott is 2011-12-ben szűnt meg a Fornetti, de most újra vissza fogunk menni, úgyhogy nagyon izgatottak többen, akik ismertek bennünket akkor is ott, hogy hogyan fogunk megjelenni. És itt a kecskeméti fogyasztókat mivel biztatja, milyen újdonságokat tud nekik ígérni? Hát alapvetően most jön egy olyan tészta kombinációnk, ami korábban nem volt. Ez egy nagyon érdekes új technológiája lesz a tésztának, egy sokkal levelesebb, roppanósabb verzióját fogjuk hozni a termékeknek, és több olyan nemzetközi cukrászkultúrából átvett formák is meg fognak jelenni. Dán koronának hívják ezeket a termékeket, amivel azt gondolom, hogy komoly örömet fogunk tudni szerezni a fogyasztóinknak. Vezérigazgató úr, én még egyszer szeretettel gratulálok az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és azért azt szeretném még elmondani, hogy nagyon örültünk ennek a díjnak, de azért mi tisztában vagyunk azzal, hogy a legfőbb bíráink azok a nagyra becsült általunk nagyon-nagyon tisztelt fogyasztók, akik nap mint nap vásárolnak bennünket, mert annál nagyobb elismerés senki nem tud nekünk adni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm a beszélgetést. Az emberkereskedelem, a prostitúció, a családon belüli erőszak áldozataira és a bűncselekmények megelőzésére hívja fel a figyelmet a Malom Központ második emeletén csütörtökön megnyílt kiállítás. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja alkalmából megrázó és elgondolkodtató performanszt is bemutatott a Malomban Sebők Maja és társulata. Az esemény kapcsán szakembereket kérdeztünk az aktuális magyarországi és kecskeméti helyzetről. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja. Ebből az alkalomból szervezett a rendőrség csütörtökön figyelemfelhívó eseményt a Kecskeméti Malom Központban.
dr. Gulyás Zsolt vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Hatala József miniszteri biztos, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács vezetője, és Molnár Ferenc, a Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum társelnöke, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat vezetője köszöntötte a jelenlévő fiatalokat és vendégeket. A moziteremben ezután Sebők Maja és társulata adott elő megrázó és elgondolkodtató performanszot, melyben két női sorson keresztül mutatták be az áldozattá válás folyamatát. Az előadás után nyílt meg egy szinten lejjebb a második emeleten az az interaktív kiállítás, amely az emberkereskedelem, a prostitúció, a drogfogyasztás, a csicskáztatás témáit körüljárva mutatja be a bűncselekmények hátterét és folyamatát, valamint azt, hogy mit tehetünk megelőzésükre, vagy ha már megtörtént a baj, milyen jelekből ismerhetjük fel ezeket a jellemzően négy fal között zajló bűncselekményeket. A mai kiállítást, amelynek az a címe, hogy Lélekketrec, eladott álmok, egy interaktív kiállítás, amit azért hoztunk létre, illetve azért hívtunk életre, mert ma van az áldozatok világnapja. Az áldozatok a rendőrség, a rendőrfőkapitányság számára nagyon-nagyon fontos a segítségnyújtás tekintetében. Az interaktív kiállításunknak a fő témája és célja az az emberkereskedelem. Ezen belül a prostitúció, a prostitúcióra kényszerítés, ezzel párhuzamosan a kábítószer fogyasztás és annak megelőzése. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok látens eset lehet az életünk olyan szegmensébe, akár ismerőseink között is, ami nem kerül felszínre. Aki végigmegy ezen az interaktív tárlaton és kiállításon, annak felhívjuk a figyelmét arra, hogy esetleg mikre kell jobban odafigyelni, mik azok a sarokpontok, amelyek felhívhatják a figyelmet arra, hogy esetleg az ismerőseink között is, vagy fiatalok között is, baráti társaságban lehetnek olyan események és olyan tünetek, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki emberkereskedelem áldozata lett. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a látens esetek felszínre kerüljenek. Molnár Ferencet arról kérdeztük, milyen tendenciák jellemzik napjainkban a droghasználatot Kecskeméten. Talán egy jó dologgal kezdeném, mert egy 10 évvel ezelőtt ez még csak egy sejthető irány volt. A 2000-es években azért a heroin jelen volt a városunkban is. Kínálati piac nem volt, de keresleti piac volt. És országosan is jellemző, de városunkra is jellemző, hogy tulajdonképpen olyannyira visszaszorult a heroin használat, hogy nem látható már. Ez egy nagyon pozitív fejlemény, egy nagyon veszélyes szer kiment a piacról. Ennek van persze egy aggasztó változata is, hogy megjelentek a sokkal olcsóbb, ugyanakkor veszélyesebb szerek, amelyek a heroin hatását utánozzák, designer drog, tehát hamisított drog formájában, de ennek a használata sem olyan feltűnő vagy látványos Kecskeméten. Ami a legnagyobb nehézség, a 2010 óta tartó magyarországi designer drog robbanás Kecskemétet sem került el. Különösen az alacsony szociokultúrájú, szegényebb családokban, vagy a kitörés reménye nélküli gyermekek, fiatalok körében Kecskeméten is terjed az úgynevezett designer drogok használata. Ezek nagyon sokszor ellenőrizetlen szerek, minden esetben, nem nagyon sokszor, hanem minden esetben ellenőrizetlen szerek. Talán azt sem tudja, aki előállítja, hogy pontosan mit állít elő. A vásárlója sem tudja, csak a használat után derül ki a hatása, illetve esetleges mérgező hatása. És amire nagyon oda kell figyelniük a segítő szervezeteknek Kecskeméten is, hogy ezek a designer drogok közül nagyon sokat azonnal injektálnak a fiatalok, tehát intravénásan használják. És ez a legkockázatosabb használati mód, hiszen az injektálással megjelennek a bőrfertőzések, hepatitis fertőzés veszélye, vagy akár a HIV fertőzésnek a veszélye is. Molnár Ferenc hozzátette, a növényi alapú marihuánát már a nagy részt fölváltották az úgynevezett szintetikus füvek. A hírekben gyakran szereplő kristály pedig, míg 20 évvel ezelőtt többnyire még valamilyen amfetamin származékot jelentett, ma már nehezen behatárolható fogalom, gyakorlatilag bármilyen beazonosítatlan kábszert jelenthet, hasonlóan a designer drogokhoz.
Dr. Hatala Józsefet a bűnmegelőzés fontosságáról kérdeztük. Ez egy nagyon összetett munka. Ez a munka nem megy egyedül, ehhez kellenek a rendészeti szervek, a felderítést végzők, az önkormányzatok, az iskolák, kellenek a különböző egyesületek, színházak. Felsorolni nem lehet, hogy micsoda együttműködési lehetőség van. Nagyon tudatosan kell az állampolgárokat felkészíteni a veszélyhelyzet felismerésére. Így sokkal jobban elkerülik, hogy áldozattá váljanak. Jobb egy bűncselekményt megelőzni, mint utána a hatóságot egy felderítő munkába kényszeríteni, és hatalmas összegeket fordítson erre a munkára. És teljesen más lesz az állampolgároknak a biztonság érzete. Ha nem lett bűncselekmény áldozatá, utána a legjobb és a legkorrektabb és a legemberségesebb hatósági eljárás is megvisel mindenkit. Éppen azért, mert ez a bűncselekmények egy zárt családon, fogalmazom, egy zárt világban történnek, ott a felderítés sokkal nehezebb. Ezek a cselekmények jelentős része valóban rejtve marad, de nem tudjuk elképzelni, hogy bizonyos esetekben a szomszéd ne sejtene valamit, vagy a pedagógus ne sejtene valamit, hogy valami nem stimmel a gyerekkel, vagy nem stimmel a munkahelyen a munkatársammal. Nem szabad elfordítani a fejünket. Közösen lehet ez ellen fellépni. Nem egyszerű, és nem is az egyik napról a másikra történik. Ez hosszú-hosszú időt igényel, mert egy közösség és az emberek tudatát egyik napról a másikra nem olyan egyszerű tömegébe megváltoztatni. Ez kitartó munka kell, és a mai programunk ennek egy része. Próbáltunk itt olyan üzenetet átadni, és önök ezt látták, érzelmileg is olyan hangulatot teremteni, hogy a néző mentálisan is megérintve érezze magát, és úgy érezze, hogy el kell ezen az egész dolgon gondolkodnia, és ez megtörténik, már előrébb vagyunk, mert már ő többet tud az ilyen cselekmények veszélyéről. A Lélekketrec eladott álmok című kiállítás a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság és a Bács-Kiskunvár megyei bűnmegelőzési tanács rendezésében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Kecskeméti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásával valósult meg. A Malom Központ egyik második emeleti üzlethelyiségében kialakított interaktív tárlat jövő vasárnapig, március 3-áig tekinthető meg. A Magyar Diák Sportszövetség több mint 3 évtizede hirdeti meg a Diák Olimpia eseménysorozatát az ország valamennyi általános és középiskolája számára. 11 sportágban 140 versenyt rendezett a Bács-Kiskunvár megyei Diák és Szabadidő Sportegyesület a 2022-2023-as tanévben. Ma a legjobban szereplő diák olimpikonokat köszöntötték a Neumann János Egyetem tudósházában. A Magyar Diák Sport Szövetség több mint 3 évtizede hirdeti meg a Diák Olimpia eseménysorozatot az ország valamennyi általános és középiskolája számára. A Bács-Kiskunvár megyei Diák és Szabadidő Sport Egyesület minden tanévben aktívan kapcsolódik a Diák Olimpiai versenyrendszerbe, és több évtizedes hagyományának megfelelően idén is megrendezte a Diák Olimpiai bajnokok köszöntését. Ma a 2022-23-as tanévben a Diák Olimpia országos döntőkben legjobban szereplő bajnokokat köszöntötték a Neumann János Egyetem tudósházában. Bács-Kiskunvár megye élen jár a részvételi arány és a versenyszervezés tekintetében is. A 79 bajnokot és felkészítőiket elsőként Vince József, a Magyar Diák Sport Szövetség Délalföldi Regionális Irodájának vezetője köszöntötte. A Diák Olimpia versenyrendszer az gyakorlatilag az első osztálytól kezdve egészen érettségig lehetőséget nyújt az oktatásban résztvevő gyerekek számára, hogy maguknak
és intézményüknek dicsőséget szerezzenek azzal, hogy valamilyen szinten eljutnak ebbe a versenyrendszerbe. Lehet, hogy valaki csak a megyei döntőig fog eljutni, de az is lehet, hogy mint ahogy a kép is mutatja mögöttem, valakik az országos versenyeken állnak a dobogó legmagasabb fokaira, és lesznek ők Magyarország diákolimpia bajnokai. Ha azt mondom, hogy Iron Lady, ha azt mondom, hogy Balogh Gábor, aki egyébként a Magyar Diáksport Szövetség jelenlegi elnöke, és most nem régi belett az ötös a szövetség elnöke, tehát hogy teljesen mindegy, hogy most Katinkát hozom ide, aki ugye Baján kezdett el úszni, és aztán végigverte a világot, de ő is diákolimpikon volt. És a diákolimpia versenyrendszerben vett részt, lépkedett fokról fokra, ért el eredményeket, fejlődött az edzői testnevelői által, és ez ugyanúgy Gáborra, vagy akár mondhatom a többi híres embert is. Én azt gondolom, hogy egy olyan tehetséggondozó mozgalomról van szó, amely már 37. éve hirdeti meg ezt a versenyrendszert, amiben mindenki elindulhat, tehát minden oktatásban résztvevő gyerek előtt ott a lehetőség, hogy elinduljon a diákolimpián. Olyan alacsony küszöbű ez a kvázi szolgáltatás, hogy nincs semmi előképzettségre szükség. Nyilván azt leszámítva, hogy mindenki ismeri a saját sportágának a szabályait, de itt nincs előfeltétele annak, hogy elinduljon egy-egy intézmény, egy-egy osztállyal, egy-egy csapattal, vagy akár egyéniben, hiszen azért a diákolimpiában nem csak a csapatsportágak szerepelnek, hanem például az atlétika is, vagy az asztali tenisz, ha már említettem a korábbiakban, ahol egyéni versenyzők juthatnak el szintén a dobogó legmagasabb fokára. Vármegyénkben 28 országos diákolimpia elődöntő is, 3 országos döntő is zajlott, 2 Kecskeméten. A vármegye diáksportolói az elmúlt tanévben is kimagasló eredményeket értek el az országos versenyeken. Erről beszélt Zsámboki Anna köszöntőjében, és köszönte meg a szervezők, résztvevők, önkéntesek és felkészítő tanárok és önkormányzatok munkáját. Iskoláinkból 10 csapat szerzett diákolimpia bajnoki címet. Ezek közül is kiemelkedik, 4-et nyert a kecskeméti Bolyai János gimnázium. Az egyéni versenyzők közül 14-en állhattak a dobogó legmagasabb fokára. A legsikeresebb sportágaink voltak az atlétika, az úszás, a röplabda, a kézilabda és az asztali tenisz. De a kiváló eredmények mellett jeleskedett másban is sportegyesületünk. A versenyek rendezéséből mindig nagy részt vállalunk. Az elmúlt tanévben 11 sportágban 140 versenyt rendeztünk, az alapfokú versenyektől a megyei döntőkig bezárólag. 28 országos elődöntőt vállaltunk, többek között azért, hogy a csapataink az otthoni környezet, megszokott környezetben játszhassanak, versenyezhessenek, és az iskolák mentesüljenek az utazási költségek alól. A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából 3 országos döntőnek is otthont adtunk. 2-re került sor Kecskeméten, az atlétika ügyességi csapatbajnokságra és a kosárlabda B kategóriára. Kiskunfélegházán rendeztük meg az országos asztali tenisz diákolimpiát. A diákolimpia, mint a magyar iskolai sport egyedülálló versenysorozata, a nagyszerű élmények mellett a tehetséggondozás területén is kiemelkedő jelentőségű, hiszen lehetőséget biztosít azoknak a tanulóknak, iskoláknak, akik szeretnék megmérettetni magukat. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Egyben hat, a Siker Öröme elnevezésű gazdasági fórumot tartott ma délután az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. A Városházán. Az esemény rendhagyó volt, ugyanis a városközponti szereplői egy multidéző barangoláson vehettek részt az épületben. Március 4-én indul Kecskeméten az ételhulladékok szelektív gyűjtése a társasházaknál. A gyűjteledények kiszállítása a napokban kezdődik el. Minden csatlakozó lakóközösség kap egy 120 literes kukát és lakásonként egy 5 literes gyűjtővödröt. A 10. alkalommal szervezték meg a civil véradást. A kecskeméti területi vérellátó központban sorra érkeztek mindazok, akik a különböző civil szervezetek képviseletében fontosnak tartották a segítségadást. Február 22-e a bűncselekmények áldozatainak napja.
Ebből az alkalommal szervezett a rendőrség csütörtökön figyelemfelhívó eseményt a Kecskeméti Malom Központban. Február 22-e a Magyar Parasport Napja. Ez alkalomból Boronkai Péter, a Magyar Triatlon Szövetség szövetségi kapitánya paralimpikon érzékenyítő sportág bemutató előadást tart a napokban több oktatási intézményben. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!